ez a vasutas juliális gulyásparti. Nagyon nagy hagyománya van, hisz a Vokekodály Zoltán művelődési ház csapatának mindig nagyon fontos volt a vasutas hagyományok ápolása, további örökítése. Ezért is fontos ez a mai nap, immár a 17. vasutas gulyáspartit szervezzük, ünnepelünk együtt a vasutas nyugdíjasainkkal. Ennek az előzménye múlt hónapban a, a, Vasutas Dunántúli Nyugdíjas Klubok baráti és kulturális találkozójára került sor. Az ország minden részéből jöttek vasutasok, szerintem nagyon-nagyon jó hangulat volt, és nagyon sokan voltunk ezen a rendezvényen. Majd, amire a legbüszkébbek vagyunk, múlt héten a 72. Vasutas Juliális családi napot ünnepeltük. Ennek a rendezvénynek az egyik helyszínének a főszervezője Vokekodály Művelődési Ház. Most Zalegerszegren voltunk, és ott szerveztük ezt a rendezvényt. Sok ezer ember vett részt, nagyon-nagyon jó hangulatban zajlott, mindenki jól érezte magát, úgyhogy nagyon nagy sikerélményben volt részünk, és... Nyár előtt, szabadságolások előtt a gulyás partit ünnepeljük. Most jelenleg a saját vasutas nyugdíjasaink jönnek. Most a hölgyek és az urak főztek, készült egy kis csemege is, és akkor egy órakor érkezik a vasutas nyugdíjas tagsága, hogy elfogyasszák ezt a nagyon finom ételt és a hozzájáruló titkos csemegét. Nagyon remélem, hogy ez is jól fog sikerülni, és mennek egy picit szabadságra a nyugdíjasaink, mi pedig tovább dolgozunk. Hány vendéget fogadnak majd itt a Gulyáspartin? Mennyien Fognak jól lakni ebből a finom illatú gulyánkban. Olyan 60-70 nyugdíjas fog részt venni. Eddig az volt a hagyomány, hogy mindig valamelyik helyi nyugdíjas is jön vendégségbe, csak most annyira sok a program, kirándulások, hogy most eltekintünk ettől, sajátjainkkal együtt fogunk ünnepelni. A közeljövőben lesz valamilyen rendezvény, amelyet a Voke Kodályzolta művelődési Ház szervez. Igen, szeptembertől nagyon készülünk, minden hónapban nagyon sok rendezvényünk lesz, amit kiemelnék, hisz vasutasságról beszélünk most, tervezzük a, az országos vasutas népművészeti kiállítás, természetesen függ az anyagi anyagiaktól is, pályáztunk erre a rendezvényre, nagyon remélem, hogy sikeres lesz ez a program is, meg tudjuk valósítani, de hát azért ez pénzfüggő is. Hogyan készül, mi a titka? A szeretet. Ugye meglepődnek. Szeretet. szeretettek kell főzni? Ami, ami egy csodálatos dolog. Szeret, én szeretem összefogni a csapatomat. Én négy éve váltattam ezt a klubot, és én nagyon büszke vagyok rájuk, mert bármikor, bármire számíthatok a segítségükre. És ez a Gulyás-Parti, ez tényleg az évzárunk hagyomány. De a tavasszal voltunk sopron elkezdve Szombathelyig, Budapestig, tehát egy, egy regionális nagy találkozóhoz százan voltunk, és ott is igyekeztem olyan vendéglőssel beszélni, aki hagyományos ételeket szolgál fel, meg a kirándulásnál is. Ez az a gulyás, ezt most hogyan mondjam önöknek, hogyan készítjük? Hát, mint hagyományosan. Igazából az igazi gulyás az vagy birkagulyás, vagy marhagulyás. Sertésgulyásból is lehet jót főzni, de az igazi a kettő, a, a marha és a, a birka. Mivel ennek a sertésgulyásnak van hagyománya, Hát ezt úgy készítjük elő, hogy szalonnát sütünk, pörkölünk alá a hagymát, a kis paprikát, és akkor arra rájön, megpirítjuk, és akkor hozzátesszük még a, a kis ételizesítőket, fűszereket, egyebeket, egy kis tarhonyát. Aztán így készül a mi kis gulyásunk. De a szeretet van benne, és ez a lényeg.